Nem mi vagyunk az egyedüliek, akik szívesen látogatnak el Martonvásárra egy kis kikapcsolódásra, vagy valamilyen kulturális zenei töltődésre. A Brunswick Beethoven Kulturális Központ most a Martonvásári Művészeti Iskola rendezvényének adott otthont, ahová mi is meghívást kaptunk. Érkezéskor odabent kicsik, nagyok néptánc bemutatójába csöppentünk, pontosabban nem is bemutató, inkább közös tánc volt ez. A tavaszi mosolygós napsütésben lassan megtelt a tél, kint az árkád alatt a 11-es szoba elnevezésű jazz formáció muzsikált, bár ők, ha jól figyeltem, kaméleon zenekarként mutatkoztak be, mindegy is a finom muzsikát nagyon jól vette a közönség. A dallamok a belső térbe is behaladszottak, itt játszani vagy kézműveskedni lehetett, például ilyen illatzsákokat készíteni és megtölteni levendulával. Ha az órunk és a fülünk picit már jól lakott, akkor az ízlelő bimbóinkat is kényeztethettük, ilyen kenyérlángossal például. Odabent szerencsés volt, aki egyáltalán ülőhelyhez jutott, annyian érkeztek a zenei csemegére, amely immáron közel évtizedes múltra tekint vissza, csak a járvány idején volt némi kényszerű kihagyás a rendezésben. Hagyománya ennek az eseménynek, hogy szülő és gyermek közösen adnak elő egy-egy zenei produkciót, ilyet most is láthattunk jó néhányat. Ifjú csellisták tanáraikkal közösen muzsikáltak. A családi nap vitathatatlan fénypontja volt a zenekar és az énekkórus kis hangversenye, ezzel zárjuk zenei beszámolónkat.